Csaba Királyfi Pécsen 2016. augusztus 20-án este 8-kor. Bemutatjuk az opera szereplőit. Dobos Krisztina, aki a zeneműben Krimhildát alakítja, a nagy intrikust. Véget vetünk a Csaba kultusznak a javas jövőnek. Véget vetünk Csabára, hová gyomni próba tejútól. Mondja meg neki az ég, hogy a kőves kodakkal mi legyen. Neked én mondom meg én az anyád, neked én mondom meg a madár, hogy mi lesz itt, hogy mi legyen. Művésztanár, felnevelő szüleitől tanulta a munka és a zene szeretetét. Csíkszentdomokoson él. Azzal a tisztelettel és hálával fogtam én ennek az együttműködésnek, munkának, hogy megértük, hogy végre nyerekbe legyen Somlyón. Hát végre a csapat együtt, mi nagyon összeszoktunk, és amúgy kevésbé találkozunk nagyon sok csapattaggal, úgyhogy egy áldott időszak volt. Az előadás napja, estéje az szavakkal nem lehet kifejezni, több okból. Megpróbálom, de azt nem nagyon lehet kifejezni, hogy ugye, hogy készült az idő, hát nagyon sokan küldték az SMS-eket, telefonok, hogy akkor meg lesz-e tartva. Én akkor tudatosult, hogy nekem bennem ez nem is volt kérdés, hogy valami közben jöhet, hogy ne legyen meg, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy még nagyobb alázatot kér az ég, hogy már pedig el lehetne ezt mosni. A legnagyobb készületet, a legnagyobb várakozást, a legnagyobb munkát, vagy szokták mondani, hogy az ember tervez, Isten végez. Úgyhogy akkor nagyon mélyen belegondoltam, hogy na hát akkor be kell fordulni, és félre minden elképzelést, öntörvényűséget, és itt az ég akaratára kell bízni. Tényleg legyen meg a te akaratod, mi úgy gondolom, hogy megtettük, ami a mi részünk, és ahogy kell, az szerint legyen. És hát nem kellett bele sok idő, és hála jó Istennek, rákacsintott az ég, most viccesen mondva. Aztán mi, ami valami csodálatos volt, látni azt a rengeteg embert, ahogy az idő és fáradtság és meredek hágó, semmit nem akadálynak véve túllépték azt a megszólítást, ami nem tudom, hogy honnan mehetett, vagy az internet, vagy a plakát, vagy mi tudta annyira megszólítani ezt a hatalmas tömeget, hogy oda eljöjjön. Kellett, én gondolom, hogy az égnek az akarata, amit minden magyart, vagy székelyt, vagy valami többet láttam én, ami ennyi embert összehozott.